buszsofőr brutális megverése és késes rablás Miskolcon. Ezek az elmúlt napok eseményei városunkban. Nyilván felmerül a kérdés, hogy egy 20 éves fiatalember miért a búzatéren ver meg egy buszsofőrt, ahelyett, hogy mondjuk a munkahelyén dolgozna. Persze a kérdés költői, azonban az a kérdés az már kevésbé költői, amit miskolci képviselőtársaimnak teszek fel, biztos el kellett fogadni Miskolc város közbiztonsági beszámolóját. Ez év májusában tárgyalt a Miskolc város testülete, és bizony, a mi hazánkon kívül az összes többi politikai erő, mind a Fidesz-KDNP, mind pedig a balliberális pártok benne a Jobbikkal elfogadták a város közbiztonsági beszámolóját. Miközben azt látjuk, hogy hétről hétre Miskolcon sajnos szembe jön a miskolci valóság. Az előbb két esetet említettem, de mondhatnám azt is, hogy néhány héttel ezelőtt vascsővel majdnem nagyon vertek egy házaspárt, vagy egy idős nénit raboltak kitetlegesen a Szarkágy utcában, közel a Jukóvölgyhöz. A testületi ülésen, az előterjesztés vitájában is elmondtam, hogy azt gondolom, hogy azért nem lett volna szabad elfogadni ezt az előterjesztést, mert azzal, hogyha a testület nem fogadja el, azzal üzen Pintér Sándornak, üzen a magyar államnak és magyar igazságszolgáltatásnak, bizony bajban van a miskolci közbiztonság, és ugye nagyon fontos az igazságszolgáltatás is, hiszen az kevés, hogy a rendőrök elkapják az elkövetőt, hogyha azok nem kapják meg ezért a megfelelő büntetést. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom elvárja azt, hogy a búzatéren buszsofőrt megverő elkövető bizony kapjon elrettentő büntetést, és az is jól látszik sajnos, hogy Miskolcon a politikai pártok, a Mi Hazánkon kívül bizony elfogadták a pintéri rendet, mondhatnám azt is, hogy feladták a közbiztonságért zajló küzdelmet. Innentől kezdve a miskolciak a Mi Hazánkra számíthatnak ebben a kérdésben. Nem fogjuk engedni ezt a kérdést a szőnyeg alá söpörni.